kívánok, sok szeretettel köszöntök minden kedves vendégeket a Tartalegó klubban! Drága szerelmeim, örök, hogy ilyen szép számmal összegyűltünk ezzel a hűvös péntek éjszakán. Látom, szerelmem, még pulcsit is feltél. Fájtál a villamoson, szerelmem? Igen, de kérdél, és én is mozdulja, jöttem. Aztán majd, hogyha úgy van, akkor ne anyám elveszi, ha valamit elég legény haza kisé esetleg, akkor még akármi is lehet. Na, drága szerelmem, így fog csinálni egész végig? Pedig csinálhatnál így is. Nem, nagy fasza van, tudom, tehát azért mondom, hogy így tartja a telefon, de itt is így kell tartani, ilyen nagy átmérő. Egy csak a reklám, tudod, csináltak egy kis marketinget, hogy könnyebben el kell ilyen hajnába. Aztán majd otthon meglátják, hogy mi van alattad. Na! Nem tudom, hosszan szerettem volna megtudni, de nem engedte. Na, megvan a humentársulat szerelmeim? Hol van a humentcsapat? Hol van a Sóti? Mert ja, te ott vagy szerelem, de miért állsz? Fasz, már fogaltam neked helyet. A Humen magazin főszerkesztője, egy nagy tapsot kérünk szépen. Örüljetek, hogy a júniusi számát mondhatom, elfogyott hamar, úgyhogy... Na jó, ingyen van, de ettől függetlenül kurva jól néztem ki benne, még vittem a varrónőnek is, meg a spáros kurvának is vittem. Nagyon boldogok voltam. Na, drága szerelmeim, mielőtt belekezdünk a Vajsa Rektextán transzugró csoport rövő műsorába, muszáj egy mondattal visszaemlékeztem a múlt heti Pride eseményekre. Ki az, aki volt a Pride-on? Sokan, hát akkor láttátok az én drága budaházi barátomat, hogy ő hát finoman szólva nem tetszését fejezte ki. Én már 17-szer, úgyhogy gondolj, hogy a neten egy ilyen kis összenet, hogy kéne már neki egy oklevél, mert ő volt idáig a legtöbbször a Pride-on, budaházi György. Egy tapsot küldjön neki, drága barátom. Én szombaton már indítottam egy mozgalmat, hogy gyűjtsünk neki fajtalatra, hogy a faszom haverjait és a családjait figyelki már a Margit-szigetre a Pride napján, és vegyenek egy jó fajtalatot, hogy takarodjanak el az állatkertbe. Nem kell, hogy, mert sajnáltam őt szegény, tehát ott állt azzal a 25 nyomorultal, és több ezer vidám emberi gyermet előtte, kurva frusztráló lehet egyébként, de tényleg, hogy ott van több ezer vidám emberül, hogy kocs, már rendület sem volt benne, úgy már, mint a szar ő is egyébként, meg a szaros matracával, a mocskos buci, mondom, mondja valami újabb csillag anyának, valami szépet. Azt mondja, az édesök, mert azt mondja, hogy undorító a szexualitás, akkor azt mondja, ne gondolj bele. Hát kurva egyszerű, hát én otthon délutánok, én nem a heteroszexuális, ha fundamentálok, gyerekek. Hát ha nem gondol bele, hogy a bukit bedugja az ember a csokis farikába, akkor nem undorító van. Ez szarják! Egy normális, hát ebben az országban, mit jelent ez a szó? Egy normális identitású heteroszexuális férfi nem gondol bele abba, hogy a férfiak hogy kefélnek. Ugye? Gyönyörű nagyhajó, nagyfaszú barátom. Egyébként az picit vérlátító nyitjétnek oda a lábadat, és a kolbászta meg ott Ivilla, hogy picit húzd össze a lábad szemere, kiszi kijön és nem fogja tudni a playbacket. Tehát már most... Nekem is picit beindult a nyelvválasztásra, úgyhogy... Ez a természetes sikosító, tudod, amikor... Hát erre mondják azt, hogy bőnyállaj. Na, hát van ilyen szerelem. Még most hallottak ilyet már kislányok is, hogy egyszerelmen gyönyörű, szép, szőke kislány, de melyik oldalon focizol csillag? Melyik apura játszol, Romeo vagy Julia? Romeo, szereted a pasikat? Hasonlítunk egymásra. Csak nekem rózsaszín a hajam, pusztán ennyi a különbség. Meg az egy picit jobb a technikám, mert már én még kurva vagyok. Hogy... Anyám, mutat egy-két trükköt neked, tudom. Na, nézd, jó, ezt elfelejtsük el. Na, kérem szépen, az
szomjas, hogy az akciós italt már elfelejtettem megkérdezni, meg a szégyellem is már minden éve Bükörös Pálinka akcióban, hogy a versenek fogyasztanak is 100 és 100 ízben. Most kérdeztem, hogy ha valaki látod is a tévében, hogy reklámot, hogy van ilyen pink grapefruit, de azt tudom, hogy van pink grapefruit. Tehát, hogy fogalma, nálam a grapefruit az még ilyen sárga és kurvára keserű. Úgyhogy biztos, tessék megkérdezni pink grapefruit, fa, milyen fügyülő? Oda kellett volna nézni a fügyülőre, és akkor tudtam vele rögtön, mert hogy fa fügyülős tessenek inni, mert az az akciós. No, kérem szépen, mi minden pénteken természetesen most is van karaoke. Ki az, aki szeret énekelni? Jaj, Tamáskám, szívem, megtaláltam föl a karaoke között egy 60 évvel ezelőtt. Úgyhogy, meg tudja valósítani az összes Kovács Kati álmát gyakorlatilag. Na, amikor egy ilyen kedvenc dolog, Tomikám? Nem a Kovács Kati? Ki? Ser. Ser? Hát hasonlítotok egymásra. Mert annyiban mindenképpen, hogy ő is ingyen utazik a BKV-t. Hárha ne ad Isten, úgy tört egy fölül a csodálatos négyes metróra, ami szalutál a... Mi az? Jegyen lelő, vagy ki a faszok. Hát valószínűleg nem kérnek már sehető sehetőséget, hogy mutassa fel. Na, meg a szerelmény, van egy kedves barátunk, aki a születésnapját ünnepli mi nálunk. Régi törzs vendégünk, Szabolcs, négy kedves felfelelme színpadra, egy nagy tacs fénységre kívánnál. Hát az arra jelzem, hogy nem az első, amit így együtt ünnepünk. Hány éve ünne, és reméljük, hát az csak rajta múlik, hogy nem az utolsó, meg a kardiológusomon. Tehát, hogy hányadszor ünnepünk itt Szabikán együtt? Harmadszor. De mi, hogy igen, ennyiáltal ide, vagy nem is feltünk egymásra, hogy nem voltál buci, ez nem igaz. Hát szóval vidéki voltam is, hogy... Jaj, de édes, mi szeretjük a vidéki fiúkat, tudod, mi jó vidékivel járni, mert ott reggel hazamegy a gecibe. Akkor kell kurvára vigyázni, amikor bőrömre száll le a vonatról. Mert amíg csak egy hátizsákban nála ad a bor, egy tiszta gatya, egy fogköpe is megy haza a picsába, de amikor bőrém nekem utalati bőrre, de én mondom, te figyelj, hányszor akarsz átöltözni? És mondta, hogy hát hozott egy-két ruhát, mondom, nem fog kelleni csíva. Na, és tényleg. Nem is kellett. De már a ruha nem kellett. Na, édes szerelmem, mivel foglalkozol, amikor nem minálunk vagy? Pingoltok a vágnádban. Ezt mondja, hogy nem lehet megélni, mert sorsát odaadnak a nyereményem, de már készült erre a passzom kérdésre. Mondjuk marketingjeljük már azt a jó nevű áruház láncot, ahogy te a salátapultot töltöd. A Lidl-ben dolgozik, az az ellenségben és páros vagyok egyébként. Nálunk ott a ház sarkában, a Spárban és Urbára Zelda esténként a jövő heti katalógus, mint nagyanyám a Biblia legújabb fejezetén, úgyhogy imádom böngészni, hogy mi lesz az akciós nálatok. Mi van a héten? Mondjál valami elképesztő akciót. Mit adnak Fináron? Ami már megrohadt gyakorlatilag a szokták ilyen paticával ellátni. Szabadságon vagyok, úgyhogy fogalmam. Ja, édes azt a szabad, akkor bármi lehet. Na Csilla, miért tenniük el a nagy érdemenek, hogy hány éves lettél te? 32 éves! És ha jól kialudtam magát, akkor ez nem is látszik, hogy... De milyen éves fiú? Mondta lehetett az, hogy 28? Igen, látod, a kis Marvel fió éves, ő azt mondaná, hogy akár. Úgyhogy majd a faszom Romeo-ra úgy rakja el magad, mert 30 után pár egy méter kukába. Úgyhogy, de mindenképpen van ez a 30 után, és ötven fölött. Tehát ez a két kategória van egyébként, a perverzek és idióták ötven fölött is keresnek. 30 alatt meg egyébként csak a szimpla normál heteroszexuálisok. Az ajándékozott el, mint az osztól, és így csak kihozza. Ja, de látod, aki szín ilyen édes. Kinekerünk szépen hangosan, és ott van az ajándékot. Mert takarék
csodálatos júliusban olyan kites lapot kapott, amit itt lehet állítani, hogy hány éves. Kurva jó egyébként. Úgyhogy most azért én 35-re állítom, mert csak azért is. Kaptál egy ilyen képes lapot, ez akkor még egy 50 évig működik ez a képes lap. És kaptál egy ilyen, hát ezt nagyon nem mondtam ki, egy ilyen nagyon szép ribakos zöld polót. De az igazi elmék majd holnap megy, ugye holnap tartod majd a nagy big happening-el, csak most ilyen kis összenettem, ugye? Egy Tomitól kaptam a legkedvesebb lakótársaktól. Egy nagy tapsal búcsúzunk, Szabos! Kérdés, ugye, hogy nem lakótárs, hanem lakóbarát. Na, kérem szépen, hát nekem már csak a nyugdíjas postás lesz majd a lakóbarátom. Durvára várom, hogy eljön. Na, kérem szépen, nincs már sárt, amit előre belecsapunk a másik nekhez szállt transzugró csoport rövűsába. Remélem, mindenki tekintetén látom a rendkívüli érdeklődést, mondjuk a csíkos kislányon nem. Szerelmem, mi a baj? Hogy nem érti, amit ugatom? Ja, hogy ez a milyen nyelven beszél? Angolul? Hát én oroszul tudok, basszus, mert akkor még oroszul beszélt őt az iskolába, amikor én még iskolába láttam. Az a Pikavarista Ruszki? Ja, mi a Váljó Paruszki, de. Vagyok a Putyi menjen a kurva anyjába, de oroszul meg picit beszélek, de hát nagyjából ennyi. Na, de a szerelmeim, de nem baj, mert egyébként a show egy szám kivételével kurvára nemzetközi. Pont az első lesz az, pont az első lesz az, ami egy jó kis régi-régi magyar dal. Drága barátom, akkor küldjük a születésnaposnak és az ő kedves napunk barátjának nagyon sok szeretettel, hiszen oly küldői a dal címe, Mr. Alkohol. A színpadon!